pontosan a stressz révén a szervezetünk jelenleg arra van kényszerítve, hogy az erőforrásait a végsőkig kihasználja, ezért elveszítjük a belső egyensúlyunkat. Tehát pontosan az veszik el, amiben ugye fönn kéne tartani azt, hogy elég pihenés, elég munka, tehát a stressz mondjuk a munka, de hogyha valakinek alvászavara is kialakul, akkor ugye már nem tudja úgy kipihenni magát, hogy a másnapi stresszt elviselje. Ezt az emberek, hogy ezt a piros-kék pirulát úgy egyensúlyba tartják, vagy sem, ez látszik a társadalmon. Tehát a mi társadalmunk nem tartja egyensúlyba, és ez olyan, mintha kivetítenénk a belső egyensúlynak a zavarát az egész környezetünkre. Az endokannabinoid rendszer, mint vezérlő rendszer, az egy ilyen mezőgeneráló is, tehát bennük lévő mondjuk morfogenetikus mezővel tud kommunikálni. Na most ugyanezt a rendszert használják a mikróbák is. A bennük lévő mikrobiom, az ugye van bennünk 10 a 14-en sejt, és 10 a 15-en mikróba. Tehát egy nagyságrenddel több. Ezek egy wireless kommunikációt tartanak fönn, és ennek is van egy sajátos szerepe az egyensúly őrzésében és helyreállításában. Na most a rovaroknak is van mikrobiomjuk, teljesen eltér az emlősökétől, és tudni kell, hogy mindegyik rendszernek megvannak a parazitái. És hogyha ugye nagyon sok veszélyt fölhoztak már a rovarporral kapcsolatban, ezt én még azzal tetézném, hogy olyan típusú paraziták kerülnek az emberi szervezetbe, hogyha ezeket megesszük, amit egyébként a Biblia tilt. Tehát utálatosságokat ne fogyasszatok, most szabadon idéztem. Férgekről írnak így, és na, ezeknek a saját parazitáival a mi immunrendszerünk nem találkozott, tehát védtelen.